Egyszerűsítő szabályokat vezetett be a kormány február 1-jével a gázkészülékek cseréjére vonatkozóan, így időt és felesleges kiadásokat takaríthatnak meg a fogyasztók. A korábbi gyakorlat szerint a gázkészülék cseréjének esetében az elosztó engedélye nélkül nem lehetett használni az új készüléket, mostantól azonban egyáltalán nem szükséges az elosztó közreműködése a berendezésváltások folyamatában. Bartal Tamás, a miniszterelnökség kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, az intézkedésre, miszerint az elosztó társaságot kivonják az új készülékek engedélyezésének menetéből, azért volt szükség, mert túl hosszadalmas volt az eddigi folyamat. A helyettes államtitkár elmondta, az egyszerűsített folyamatot két részre bontották. Mostantól, hogyha valakinek csak egyszerűen egy új gázkészüléket kell felszerelni, ami műszakilag teljesen megegyezik a korábbival, és nem kell a gázvezetékhez hozzájárulni, akkor a gázszerelő maga tudja igazolni, hogy a készülék használható. Abban az esetben, hogyha gázkészüléket meg kell bontani, ez az esetek 85-90%-a, hiszen az új készülékek már nem biztos, hogy illeszkednek a régi gázvezetékhez, gázcsövekhez, ezért ebben az esetben, ahogy eddig is a tervező megtervezi, jön a gázszerelő, megcsinálja, és a tervező tudja igazolni, hogy a terveknek megfelelően készült, és utána használható a készülék, illetve a kazán. Tehát hónapok helyett lényegében napok alatt használhatóvá válik a készülék. Az eljárás egyszerűsödése része a könnyű közmű programnak, amely egy átfogó intézkedés sorozat. Ennek többek között fontos eleme a díjmentesség, amivel a családok 2 millió, a cégek pedig 3 millió forintot takaríthatnak meg a közműbekötés kapcsán, de a program keretében a műszaki biztonsági felülvizsgálatot is eltörölték, mondta el Bartal Tamás. A műszaki biztonsági felülvizsgálatot is eltöröltük, amivel kapcsolatban az érhető el, hogy mostantól, hogyha a gáz szivárgást vizsgálják, akkor már nem zárják le az egész társasházban vagy az egész családi házban a gázt, hanem pontosan be kell határolni, hogy hol van a probléma, és ha csak egy készülék vagy csak egy lakás hibás, akkor csak azt fogják lezárni, illetve hát megváltoztattuk azokat a szabályokat is, hogy korábban csak a közműszolgáltatók, az elosztók végezhették a közműveknek a kivitelezést, most már erre létrehoztunk egy névjegyzéket, és aki abban szerepel, az is végezhet közműkivitelezést. Az új rendszerben a fő felelősség a tervezést végző szakemberé. Az intézkedés minden palackos vagy vezetékes gázfogyasztású, nyílt vagy zárt égésterű berendezésre vonatkozik, egyebek között tűzhelyekre, vízmelegítőkre és cirkókra, emelte ki a helyettes államtitkár.